A Huawei tavaly már képes volt meglepni a Mate 10 Pro-val, amit azóta is használok, és lényegében új perspektívába helyezte a kínai mobilgyártásról alkotott fogalmaimat. Az idei Mobile World Kongresszen már debütált az M5-ös tablet, de nyilván minden ígéret annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Szóval kíváncsi voltam az M5 milyen élmény használat közben, és főleg hogyan szól a négy darab 3D hangszóró, ami lényegében a fő vonzereje a hardvernek de haladjunk sorban. A 10,8 incses tabletben mutatkozik be a Kirin 960S chip. Ez annyiban tud többet az alap 960-nál, hogy már ez is megkapta a 970-ben bemutatkozó Neural Processing Unitot, ami a Mate 10 Pro-ban tapasztalt AI-t vezérelte. Viszont teljesítményben némileg elmaradt tőle, szóval ez egy afféle átmenet a 960 és a 970 között. Lapul itt még 4 GB RAM, és választásunktól függően egy 32, 64, 128 GB-os háttérte. Yeah. Van belőle egy lényegesen kisebb 84 incses modell is, ami teljesítményben szinte semmiben sem különbözik a 10.8-tól, de ezzel együtt is szerencsére hozzánk a nagy testvér jutott el. Különösebben nem érdemes meglepődni, mint Médiapad, a neve is árulkodik, hogy elsősorban médiafogyasztásra van kitalálva, tehát például film- és videónézésre, zenehallgatásra, nem arra, hogy hülyére iszaszuk mindenféle terhelési tesztekkel. Ettől függetlenül ezt nyilván megtettem, és ebből az derül ki, hogy bár papíron nincs látványos különbség például a Mate 10 Pro és a Médiapad Emmőt, Erőforrása között a benchmark során kiderült, hogy a 970-es központi egység lényeges erőfölényben van a 960-eshez képest. De, ahogy a költő is mondta, ez egy médiapad haver. Tanult meg a helyén kezelni a dolgokat. Az M5 kijelzője 2560x1600 felbontású, amit egy 16-10 képarányú IPS panel szolgál ki, elegánsan keskeny kávával. Ilyen arányok mellett ez természetesen magasabb, 280-as pixel sűrűséget is jelent, és ez lényegesen magasabb, mint például a jelenlegi iPad-ekben. Ennek hála a kép gyönyörű, a HDR támogatásnak köszönhetően pedig a színek csodásak. Maga a fémváz közel 500 g, amivel sajnos muszáj kalkulálni, ha kimozdulunk a nagy világ viszont ennek a pozitív hozadéka a prémium érzeten túlmenően, hogy kisebb eséllyel felejtjük az ölünkben, amikor egy hirtelen ötlettől vezérelve ülőhelyzetből felállnánk. Valószínűleg ez egyébként szempont is volt a tervezésnél, ugyanis a vastagsága is pont annyira kényelmes, hogy jól esik kézben fogni, mondjuk a parkban ücsörögve. Így jegyezném meg, hogy az m van wifi és 4G képes változat is, nálunk az előbbi modell került gorcső alá. Ha már szóba került a park, Nyilván izgalmas kérdés, mennyit bír az M5 távol mindenféle töltési lehetőségtől. A tabletben van egy 7500 órás akku, ami 10 órányi videózást tesz lehetővé, és amit a gyors töltési funkciónak hála kevesebb, mint 3 óra feltölteni nulláról, azaz, ha lefekvés előtt feldobjuk tölteni, és rossz alvók vagyunk, és hánykolódunk egész este, nagy eséllyel mire megunjuk az egészet, pont lesz benne annyi nafta, amivel kivonulhatunk a nappaliba filmet nézni. Az M5 igazi újítása mégsem a kép, hanem a hang, ami sajnos nem olyan képesség, amit hiánytalanul át lehet adni egy ilyen bemutatóban, de higgyétek el, hogy gaming monitorok beépített speakereit keni a falhoz, ami azért nem rossz teljesítmény. Az M5 Dolby Atmos minősítésű Harman Kardon hangszóróinak mind a teljesítménye, mind a hangtisztasága meglepően jó egy ilyen eszközhöz képest. A hang tisztaságára való fókuszálás mellett szükséges megemlíteni, hogy a Huawei itt is leszámolt a három feles jack csatlakozóval, ahogyan a Mate 10 pro -nál is tette, a különbség viszont, hogy bár kapunk egy jack átalakítót azoknak, akiknek a jack-telenség fáj, de ezúttal nem kapunk az eszközhöz fülhallgatót, úgyhogy vagy átalakítózunk, vagy Bluetooth-fülesezünk, ha útra kelünk. A kamerákra különösebben nem térnék ki. Van egy 13 megapixeles elsődleges és egy 8 megapixeles előlapi lencse az M5-ön, ami ideális viszonyok között korrekt képetlő, de senkit nem bíztatnék arra, hogy ezzel akarja bővíteni a családi fotóalbumot. Azt még észrevételezném vele kapcsolatban, hogy a hátlapi kamera egy kicsit karakteresebben türemkedik ki a síkjából, mint az indokolt lenne, úgyhogy egy okkal több, hogy szerezzünk rá egy tokot, amivel amúgy is ki kéne támasztani filmnézéshez. Adódhatnak az életben olyan helyzetek, amikor elmegyünk hosszabb a bútra, és gusztus dolga, hogy ilyenkor egy switchet viszünk magunkkal, vagy beérjük a filmnézéssel. Ha mi inkább az utóbbi kategóriába esünk, akkor melegen ajánlom, hogy gondolkodjatok el egy ilyenen. A kép egy gyönyörű, a hangja köröket ver szinte minden másra a piacon, ráadásul ebben a méretben, ilyen adottságok mellett még az ára sem vészes. 145-150 környékén már elvihetjük, amivel bátor kihívója lehet, mint a Tabes 3-nak, mint a Pixel C-nek, szóval. Maximálisan csak ajánlani tudom. Ha tetszett a videó, és szeretnétek folytatást, akkor jöhetnek a lájkok, minden megosztást köszönünk, külön hálásak vagyunk a Facebook jelenlétért, és ha úgy gondoljátok, hogy méltók vagyunk rá, akkor kukkancsatok fel a Patreon oldalunkra is. Sziasztok!